Kezdjük csókolom, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció mai online sajtótájékoztatóján. Magyarországon elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar kormány képtelen a tömeges tesztelés feltételeinek a megteremtésére. Hiába kérte ezt az ellenzék, hiába kérte ezt az orvos szakma, sőt, hiába volt ez a WHO ajánlása is, a kormány alkalmatlannak bizonyult a tömeges koronavírus tesztelésre. Éppen ezért az elmúlt hetekben Magyarországon teljes iparág épült a magánlaborokban végzett tesztekre, ahol bárki pénzért letesztelheti magát, jellemzően 9 és 30 ezer forint közötti összegben. Ez teljesen egyedülálló a világon, sehol máshol nincs így Magyarországon kívül. Ha valahol az államnak nincs megfelelő kapacitása a tömeges tesztelésre, akkor is kifizeti a tesztelés költségeit a magánszolgáltatóknak, hiszen a tömeges tesztelés elvégzése az közérdek és mindenhol ingyenes. A Demokratikus Koalíció ezért felháborítónak tartja, hogy az Orbán kormány üzletté tette a koronavírus tesztelést. A DK azt követeli, hogy minden magyar állampolgár ingyen tesztelhesse magát, hogyha akarja, és ennek költségeit állja a magyar állam. És ha már a kormány alkalmatlanak bizonyult arra, hogy ezeket a teszteket az állami laborok végezzék el, akkor legrosszabb esetben is fizesse ki a magánlaborok költségeit. Felháborító, hogy a magyaroktól pénzt kérnek valamiért, egy olyan szolgáltatásért, ami a világon mindenütt ingyenes. Nem azért fizetjük a TB-t egész életünkben, hogy amikor koronavírus tesztre lenne szükségünk, akkor magánlaborok tartsák a markukat ahelyett, hogy megkapnánk ezt a valóban minimális szolgáltatást az államtól. Felhívjuk Orbán Viktor figyelmét, hogy az ingyenes koronavírus teszt a magyaroknak is jár, ezért a kormánynak kötelessége mindenkit ingyenesen letesztelni, illetve a tesztet ellenértékét megtéríteni a magánlaboroknak. Lehetne persze olyan példákat hozni, hogy délkora után már számos országban végeznek ingyenes autós tesztelést, azaz az ember csak megáll az autójával egy szűrőállomáson, leveszik a mintát, később pedig elküldik ennek eredményét. Számtalan ilyen példa van, és tudjuk, hogy a világ és Európa kormányainak jelentős része megoldotta azt, amire a magyar kormány képtelennek bizonyult. De hogy egy valóban meghökkentő példát mondjak, hadd említsem az Egyesült Államokat. Ha van valóban drága és fizetős egészségügyi rendszer, akkor az Amerikában van, ahol még egy egyszerű sebkötözés is jelentős költséget jelenthet. Nos, még az Egyesült Államokban is ingyenes a tesztelés, mert a tömeges tesztelés közérdek és fontos szerepe van a vírus megállításában. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, a Demokratikus Koalíció felháborítónak tartja azt, hogy a magyaroktól pénzt kérnek valamiért, ami a világon mindenütt ingyen van. Felháborítónak tartjuk azt, hogy az Orbán kormány bizniszé tette a koronavírus tesztelést. Ezért a DK azt követeli, hogy minden magyar állampolgár ingyen tesztelhesse magát, hogyha akarja, ennek költségeit pedig állja a magyar állam. És ha már a kormány alkalmatlannak bizonyult arra, hogy ezeket a teszteket állami laboratóriumokban végezzék el, akkor a legrosszabb esetben is fizesse ki a magánlaborok tesztjeinek a költségét. Felháborító ugyanis, hogy a magyaroktól pénzt kérnek valamiért, ami ingyen van, már pedig nem azért fizetjük egész életünkben a TB-t, hogy amikor egy egyszerű koronavírus tesztre lenne szükségünk, akkor a magánlaborok tartsák a markukat. Felhívjuk Orbán Viktor figyelmét, hogy az ingyenes koronavírus teszt a magyaroknak is jár, ezért a kormánynak kötelessége mindenkinek kifizetni a koronavírus tesztjét, ezekkel lehet ugyanis lefékezni és megállítani a járványt. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!